Nagyon nehezeket és nagyon sokat kell énekelni, de úgy írtuk meg a darabot, hogy amikor nem énekelnek, akkor beszélnek. Tehát ezt folyamatosan játszunk ebben az előadással, hol ének, hol beszél. Olyan lesz reményeim szerint, mint egy romantikus film. Nagyszerű művésznőkkel tudok együtt dolgozni, mindhárommal dolgoztam már együtt, úgyhogy biztos, hogy meg kell szüntetni azt a sztereotípiát, hogy az operisták nem jó színészek, vagy legalábbis mondanak néha ilyet, mert bizton állíthatom, hogy nagyon magas színvonalú színészetet játszanak már most. Sokáig kerestem, hogy jazz szerettem volna énekelni, vagy musicalt, aztán a prózai színészet is nagyon tetszett, de én az operaéneklésbe találtam meg azt az összművészetet, amikor a szöveg, a zene és a színészet találkozik, úgyhogy a mai napig ez nagyon izgat. Hihetetlen, hogy másfél éve végeztem a Zeneakadémián, és persze ez egy kihívás is, hogy olyan művésznőkkel vagyok egy színpadon, akik az életem részesei voltak, és nem számítottam erre, hogy ilyen hamar kollégák leszünk, és egy színpadon lehetünk, úgyhogy nagyon nagy öröm és megtiszteltetés. Azért jelentem meg anyám alakjában, mert rendbe kell hoznom bele a dolgokat. Itt a tél. Ki kell rázni a dugymát. Nekem ez egy fantasztikus érzés, hogy a tanszakról kikerülnek emberek, akik ilyen tehetségesek, és akkor utána, mint kolléga, tudom őt köszönteni a színpadon. Luisa vagyok, a gonosz nővér. Elvileg, de úgy lesz megoldva az én karakterem, hogy közelítsen azokhoz az emberi érzésekhez, amivel úgy lehet azonosulni, és meg tudjuk érteni, hogy kivel mi történik. Tehát nem kisarkított mesebeli figurák leszünk, hanem a rendezőnk, a Szemenyei János úgy álmodta meg ezeket a karaktereket, hogy mindenképpen hasonlítsanak azokhoz az emberi érzésekhez, amik megmagyarázhatók, amikkel tényleg azonosulni tudunk, és meg tudjuk érteni, hogy mit miért tesznek. Azt szokták mondani, hogy a rendező az nem színész, meg nem jó az, hogyha színész rendez, mert más szemmel nézi a dolgokat. Talán az segít jobban, hogy zeneszerzőként is dolgozom már hát lassan 20 éve, és olyankor a színpad másik oldalán vagyok. Ezt is úgy próbálom rendezni, hogy biztonságot adjak a szereplőknek, hogyha el is vesznének, akkor mindig legyen egy biztos pont, ahonnan tovább tudnak rendülni. Én Holle anyó, tehát a címszereplőt alakítom, de úgy, hogy közben én vagyok ugye a lányok édesanyja is, vagyis hát csak az egyiknek vagyok édesanyja, tehát az özvegyasszony is én vagyok. Ilyenkor az ember még a hátul a színfalak mögött is valahogy megy a darabbal együtt. És olyan, mintha az egyik karaktert levetkőzöm gyorsan, és a másikat meg gyorsan fölhúzom a ruhával és a cipővel együtt, úgyhogy ebbe azért mi gyakorlottak vagyunk. Én vagyok Alíz, a szorgos lány. Ő egy igazi művész lélek, pontosan tudja, hogy mi a dolga, viszont mindig elábrándozik, sose adja fel az álmait, szereti a kihívásokat, és nem ijed meg a furcsa lényektől, nem ijed meg attól, hogy ez most a képzeletében történik valami, vagy a realitásban ott van-e, hanem amit ad a pillanat, annak örül, és elkezd vele játszani, és nem gondolkozik azon, hogy a jövőben mi fog történni, hanem a pillanatban él. Az, hogy a színpadon mi hogy áll össze, az mindig ilyen, amikor felkerülünk a nagy színpadra, akkor hirtelen kikerülve a próbateremből minden nagyon kaotikusnak tűnik, de a premierre ez mindig letisztázódik, úgyhogy ebben van hitem. Természetesen még sokat kell dolgozni, de én hiszek abban, hogy ez össze fog állni. Nem tudom, hogy rendezőként van-e olyan pont, amikor elengedhetjük, és azt mondhatjuk egy előadásra, hogy ne, ez most már kész van. Olyan izgalommal
ülök ezeken a próbákon vagy előadásokon, mint hogyha az első lenne akár. Hogyha a szerepemet fölépítve gondolkodom, akkor abszolút úgy közelítem meg, mint egy felnőtt sztorit. Ezt nem lehet másképp megközelíteni, csak nagyon komolyan. Itt ebbe úgy kell beleásni magunkat, hogy a gyerekek legyenek szabadok, és hogy a gyerekek fantáziája induljon el. Hogyha télen hullik a hó, a dunyháját rassza-rassza. Azért lesznek olyan mondatok, ami tényleg elgondolkoztatja a majd a kedves közönséget, és pont ezért ajánlom is mindenkinek, hogy nézze meg, mert szerintem igazi mondani valóval fognak hazatérni. Akkora tapsvihart az életben nem kap az ember, meg újongást, amikor gyerekeknek játszik.